De 89 nyarán a két oldalt a kölcsönös kishitűség vezette. Mindegyik attól félt, hogy a másik nyer. Hogy lehet megbénítani a másikat a kétharmados törvényekkel? Hogy lehet megbénítani a másikat? Azt inkább egyébként szerintem a MSZMP gondolta, hogyha itt lesz egy nagy szunami, és az ellenzék óriásit nyer, akkor mindent fel fognak forgatni, és valami gátot egy alkotmánybíróság képezhet. De az ellenzéknek se volt ellenére az, hogy legyen egy alkotmánybíróság. Az alkotmánybíróságnak az eszméje, az tulajdonképpen szükségképpen fakadt a fejekben, a jogászi fejekben, szükségképpen fakadt a diktatúra tapasztalataiból, hogy kell egy szervezet, amelyik kontroll gyakorol, és nagyon érdekes most ebben, bocsánat, nem tudok néha kibújni, hogy alkotmányjogot tanítok, engedjenek meg egy gondolatot. Egy nagyon izgalmas kérdés, tulajdonképpen a demokráciának, abban az értelemben való működésének, hogy mi is a demokrácia, legalábbis ha lefordítom a szó kifejezést, népuralom. Népuralom, a többség uralma. Ez a Kilényi professzor urat idézem, ő azt mondta, hogy kérem, a többségnek nincs mindig igaza. És van egy intézmény, ez lehet az alkotmánybíróság, a másik a köztársasági elnöki vétó, amikor valamiféle közbelépést tesznek olyanok, akik egyébként, hogy mondjam, a demokrácia klasszikus fogalmi rendszeréből, mint intézmény, egy korpus szeparátumot, egy különálló testet képeznek. Az alkotmánybíróságok legitimációját a megválasztásuk adja, de utána ők függetlenül működnek, és azoknak a többségi akaratoknak, amelyek megjelennek, lesznek szükségképpen a kontrolláló szervei. A köztársasági elnöki vétó is valami ilyen dolog, mert hát, hogy mondjam, a népuralom fogalmi rendszerébe ugyan hogyan illeszhető bele, hogy van egy kétségtelenül legmagasabb szinten álló közjogi méltóság, aki egyénileg meg tud akadályozni egy törvényt. Ez a vétó persze lehet olyan, mint nálunk, hogy egyszeri, és utána fölülbírálhatja a parlament, vagy eltolhatja, bár alkotmánybírósági vétó is létezik. De lehet más országokban olyan vétó, hogy sorozatban él vele, tehát sokkal erőteljesebben tud akadályozni többségi akaratokat. Hát elnézést, egy kicsit messzire jutottam, de visszatérve az alapkérdésre, akkor volt szerintem egy kölcsönös félelem attól, hogy mi van akkor, hogyha a másik nyer, főleg, hogyha túlnyeri magát, és a kétharmados törvényeket abban a formában, abban a mértékben az indikálta. Hát nem úgy nézett ki, mint most, sarkalatos törvényekkel, hanem úgy szólt, hogy az alapvető jogokat és kötelezettségeket csak akkor úgy nevezték alkotmány erejű törvényben lehet szabályozni, azaz az összes alapvető jogot érintő törvény kétharmados. És miután valamilyen adókérdésben az országgyűlés egyszerű többséggel elfogadott valamit, az alkotmánybíróság kiindulva az alkotmány szövegéből azt mondta, hogy ilyen adótörvényeket csak kétharmados többséggel lehet. Meg a költségvetést is, mert ugye a költségvetés meg az adó alig, ha választható el egymástól. Tessék kormányozni 60%-os többséggel úgy, hogy ellenzéki szavazat nélkül nem lehet költségvetés meg adót elfogadni. A kétharmados ráció, erre mondta az Antal úr szűk körben, miközben eufóliával ünnepeltük a győzelmünket, amikor egyébként ott mi jogászokban, megint Balsai Istvánnal, Kónyái Imrével magyaráztuk a miniszterelnök úrnak, vagy miniszterelnök jelölt úrnak, hogy mi itt a jogi helyzet. Hát azt mondja, akkor én nem tudok kormányozni, az SZDSZ-en nem akarok, és nem fogok tudni koalíciót kötni. Nincs más út, le kell ülni a legnagyobb ellenzéki párttal, és ezt a alkotmányjogilag képtelen helyzetet, ami a kishitűségből fakadt ebben a mértékben,
képtelen helyzet, ezt valahogy korrigálni, és hát ez együtt járt nyilvánvalóan olyan személyi politikai döntésekkel, ugye a nagy ellentétel az az volt, hogy lemondotta a Magyar Demokrata Fórum arról, hogy az államfőt ő adja, és hozzájárult, személy szerint, meg Antal miniszterelnök úr nem egyszerűen, tehát egy SZDSZ-es személyiség, de ő személyileg meghatározta, ez nem lehet más, mint Göncz Árpád, a köztársasági elnök választáshoz. Tehát ennek a paktumnak nevezett megállapodásnak, ami szükségszerű volt, és az ország kormányozhatóságát biztosította, lehet, hogy elfogult vagyok, de elárulom, hogy ott voltam a paktum tárgyalói között is, és aláírója is vagyok, mondjuk megint szakértői szinten a MDF-SZDSZ megállapodásnak. Mondhatják, hogy akkor elfogult vagyok, nem vagyok tárgyilagos, de nem vagyok egyedül. Az ország kormányozhatóságát így lehetett biztosítani. Hát a kis hitűség az problematikus volt, de most azokra se lehet követvetni, mert valaki itt mondta, hogy vagy lehet nagyot nyerni, vagy lehet nagyot veszteni. Tehát milyen kockázatot vállaltak fel egymással szemben a politikai erők.